Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, hold suttogó jóslás. Ez egy asztrológiai forrás, mégpedig megtekintjük, hol mozog a hold, és mivel a hold kihat az érzelmeinkre, befolyásolja az álmainkat és az érzelmeinket, és kihat a napra is. Mit közöl velünk a napi hold mozgása? Mi ez a hold suttogó jóslás május 16-án? Ma érezzük a könnyűséget. Vannak terveink, ötleteink, de mi kell, hogy várjunk ezt megvalósítani. Legyünk még türelmesek, vagy figyeljük az eseményeket, mert a következő napokban újdonságok lesznek. Előfordulhat, hogy minden más irányba alakul, mint ahogy mi ezt terveztük. Van két csillag, ami kihat a mai hold mozgásra. Mindkettő szerencsét hoz. Az egyik csillagot Szádál Szúdnak hívják, ez az arab nyelvből jön. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a középkorban az arab asztrológusok nagyon híresek voltak. Szádál Szúd annyit jelent lefordítva a szerencse szerencséje. Tehát nagy-nagy szerencse. Ez jelent egy szerencsés kezdetet. De, mint mondtam, ne siessétek el a dolgokat. A másik csillag, ami szintén kihat a mai hold mozgásra, azt úgy hívják, hogy skát. Lefordítva egy kívánságot jelent. Tehát mi kívánhatunk a mai napon valamit. És hamarosan ez bevalósul. A mai napon a hold találkozik Neptun bolygóval, és az kihat az álmainkra, a vágyainkra és a reményeinkre. És ez a kapcsolat a hold és Neptun bolygó között, amit mi egy konjunkciónak nevezünk, azt jelenti, hogy ők közösen hatnak, és kihat ez az álmainkra, a vágyainkra, a terveinkre is. És ez a mai napon mondhatnám azt is, hogy egy hold suttogás, hogy higgyünk az álmainkban. És ez volt az én suttogó felvételem. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!